újabb nagyszerű programot találtak ki a tolnai vándorló szépkorúak. A baráti kör tagjai nem a szokványos nyugdíjas éveiket élik, igyekeznek alkalomról alkalomra mindig valami újdonsággal előrukkolni, hogy tartalmasan, vidáman, egymást támogatva éljék mindennapjaikat. Most épp egyik társuk otthonában kaptak meghívást, ahol a nagy melegre való tekintettel még a medencében is megmártózhattak. A férjemmel meghívtuk a vándorló szépkorúak baráti körét egy kis piknikre, egy kis fürdésre, lángost sütünk ebédre. Az a cél, hogy jól érezzük egymást, és egymás társaságában legyünk. A csapat már két-három alkalommal volt megnézni a gyűjteményemet, most azok jöhetnek, akik meg akarják újra nézni, vagy pedig még nem látták. Ez majd ebéd után lesz. Képzőművészet, népművészet, elsősorban festmények, szobrok. Itt kint az udvaron is látható egy jó néhány szobor, de hát a gyűjteményben is fafaragások, textilekből van gyűjtemény, de hát a legtöbb az festmény. És ennek a gyűjteménynek az a különlegessége, hogy kifejezetten Tolna megyei művészek munkáit gyűjtögettem most már több mint 20 éve, és azt hiszem, hogy egy szép kis csokor jött össze. A társaság zöme jó néhány éve tagja a baráti körnek, de időről időre érkezik kérés, hogy hadd csatlakozzanak újabb tagok a csapathoz. A Mága koncerten kértem a Zsinka Jánost, hogy szeretnék a csapathoz tartozni. Akkor úgy nézett ki, hogy teltház van, de ígérte, hogy a rendezvényekre bármikor mehetek velük. Kicsit ambivalens érzéssel mentem el az első rendezvényükre, mert ez egy nagyon jó kis csapat, összeszokott, Szigetvárra mentünk fürdeni, és hát féltem, hogy most engem, mint betolakodót, hogy fognak fogadni. De nagyon aranyos a csapat, mindenkinek volt egy mosolya, egy simogatása, egy kedves szava, úgyhogy nagyon jól éreztem magam, és azóta is nagyon boldog vagyok, hogy itt lehetek velük, és a mai nappal lettem teljes értékű tagja ennek a csoportnak. Decemberben, 50 év után elment a párom. Nagyon nehezen éltem meg az egyedül létet. Nem a magányt, mert nem vagyok magányos, mert gyerekeim, unokáim vannak. A gyerekek elláttak mindenféle tanatológiával foglalkozó könyvekkel, tehát ami segít a gyászfeldolgozásban. Hát én olvastam, sírtam, nem segített. És akkor merült fel bennem a gondolat, hogy valahova tartozni kell. Nem akarok a gyerekeimre települni, hanem inkább egy nagyobb közösség. Nagyon sok jót hallottam róluk, nagyon tetszik az értékrendjük, a segítőkészség, a tolerancia. Ez mind az én értékrendembe vág, és hát nagyon jó itt velük, nagyon jól érzem magam. Ezzel a kis kerti piknikkel hagyományt teremtett a csoport. Egy hónap ezelőtt, amikor volt a jubileumunk, akkor egy nyári hónapot, egy szabadságot kértem a csoporttól. Annyira elfáradtam a szervezésbe, és mondtam, hogy el kell menni szabadságra. De olyan nagy volt az igény, hogy újra jöjjünk össze, és tavaly nyáron a Gizi és a férje, a Laci meghívtak bennünket ide a Balcsi Beachre. Nagyon szép medencéik van, nagyon szép az udvarunk, minden, meghívta a társaságot, és akkor újra felelőítettük, hogy jöjjünk, ebből csináljuk a rendszert. Minden éve egy napot a csoportot vendégül látja, most is 40-en vagyunk itten. Kis pálinkázás volt, csoportsör van, lángos készül ebédre, tárlatnézés van, fürdőzés van, beszélgetés, jól érezzük magunkat. Legközelebb augusztus 3-án megyünk Kiskumajsára fürödni, és készülünk a Bárka Fesztiválra augusztus 13-ra. Hát ahogy jeleztek a csoportások, 70-80 fogunk venni, készülünk rá. Ma egy olyan 3-4 óráig tervezünk, fürdőzgetünk, beszélgetünk, és
utána még este van neki más programunk is. Megyünk az egyik csoporttársunknak vala a születésnapja, tegnap meg a névnapja volt, a másiknak oda szintén visszahívtak egy passzalpörköltes vacsorára. Korán reggel 5:30-kor fölkeltem, elmentem ki a mezőre, szedtem 2 csokor virágot, mezei virágot. A házigazdát, a Rő Gizellát egy nagyon szép csokor virága megköszöntöttem, hogy még megköszöntem a csoport nevében, hogy befogadtak a hajlékukba. Hozzáértő asszony kezek készítették a finom lángost ebédre, amit a diófa hűs árnyékában beszélgetve jókedvűen el is fogyasztott a társaság.